A Parkinson-kór az emberek mozgására hat. Azok a betegek, akik ebben a betegségben szenvednek, állandó végtagremegéssel, görnyedt testtartással küzdenek többek között. Esetenként az is nehézséget okoz nekik, hogy saját magukat meg tudják tartani, és akár váratlan pillanatokban is eleshetnek, vagy összeeshetnek. Szintén a jellegzetes tünetek közé tartozik, hogy a kór hatására a mimikájuk is megváltozik, vagy esetenként megmerevedik. Ezekről a tünetekről és a betegséggel való együttélésről tartott előadást Péterné Sárvár Erzsébet, a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének elnöke bálta széken. A legnagyobb baj az, hogy mire orvoshoz fordul az ember ezekkel a tünetekkel, a betegség jelenleg ismert oka, hogy a dopamin csökkenés bekövetkezik az agyban, addigra 80%-a körülbelül elpusztul, tehát ami a mozgásrendszer, de az ingerület átvívő anyag ez a dopamin, és ez lecsökken, és emiatt a mozgás darabossá és lassultá válik. Az egyetlen ellenszer, amit beteg megtehet önmagáért, a mozgás, úgy testileg, mint szellemileg mozgásban kell maradni, erre vannak különböző terápiák. Az orvosi terápiák körébe tartozik a gyógyszerezés és a műtét. Ezzel mi most nem kívánunk itt foglalkozni az előadás során. Az egyesület, vagy a beteg maga, amit tehet, a vizitorna, könnyű tánc, természetesen a gyógytorna, de az csak szakember segítségével működik, mert az egy szaktudást igénylő valami. Az alternatív terápiák közébe tartozik még a hangterápia, mert az arcizmok és a nyelési izmok is károsodnak az idők során. Persze ez 10-20 évig, akár 30 évig is eltart, na de addig is ezt túl kell élni és tenni azért, hogy minél hosszabb legyen a komfortos életvitel. A Parkinson kórosok lelki állapotára sokszor hatással van a betegség, így az esetek többségében depresszióban is szenvednek. Az előadás célja az volt, hogy megmutassa, ebből a betegségből is van kiút, ha az emberek képesek a helyén kezelni és a boldog pillanatokra helyezni a hangsúlyt. A Parkinson-kór jelenleg gyógyíthatatlan betegségnek számít, azonban vannak olyan módszerek, amivel fel lehet venni a küzdelmet a mindennapok megpróbáltatásai ellen. A Pécsi Egyesület kedvelt időtöltései közé tartozik a tánc, a hangterápia. Míg előbbi az ízületekre és a végtagokra van jó hatással, a hangterápia a szóalkotási és beszédbeli nehézségeken tud javítani. Tudomásul kell venni, meg kell találni azokat a forrásokat magunkban, amitől pozitívan tudunk erre tekinteni, illetve meg kell találni azokat a lehetőségeket, ki állapota és habitusa szerint, ami úgymond örömet szerez, ami sikerélményt ad. Nekem most az egyik ilyen dolog ez az előadás sorozat, hogy csináljuk, illetve elkészítettük az anyagot, és ahova csak lehet elmegyek vele, hogy minél többen halljanak róla, hogy van egyesület, vannak az országban egyesületek, Budapest, Szeged, Sárospatak és Zalaegerszegen is, és segítjük egymást az információ áramlással. Az is az egyik feladata az egyesületnek alapszabály szerint is, hogy ismeretterjesztést is felvállalt. Emiatt hívunk gyógyszerészt, orvost, különböző szakembereket, akik az alternatív terápiákban jártasak. Hozzátartozik még az alternatív terápiákhoz tai chi, kipróbáltuk, a Nordic Walking, ez a sétáló botos kirándulás, valamint a jogának bizonyos technikái. Tehát nagyon széles a kör, mindenki ki tudja választani azt, amit szeretne. A mi egyesületünkben jelenleg a tánc az, ami a legkedveltebb, legtöbben járunk, illetve a hangterápia, és ezen túl a vizitorna. Ugye minden korosztály megtalálható a mostani ismereteink szerint. 28 éves korú Parkinson beteg is van. Tehát nem csak az időseké ez a betegség, hanem egyre fiatalabb korosztályban is felbukkan, illetve diagnosztizálható. Ennek az oka részben az, hogy egészségtudatosabbak az emberek, főleg akinek dolgoznia kell. Másrészt jobbak a diagnosztikai lehetőségek, és hát kitolódik az élettartam is, különösen a munkaképesnek gondolt élettartam.
A Pécsi Parkinson Betegek Egyesületében több mint 60 beteg van. A betegeket nem mentik fel a munkavégzés alól, így az elnök szerint fontos, hogy mozgásban maradjanak, mert a munkájukat így is el kell végezniük. Az Egyesület 15 éves Pécsen működik, jelenleg 60-nál több taggal vagyunk. Kevés az aktív korú Parkinson beteg, aki az Egyesületben megjelenik, mert kissé titkolják. Viszont fontos, hogy minél tovább munkaképesek maradjunk, mert ezzel a betegséggel nem százalékolnak le embereket, hanem hát dolgozni kell, és ez a kényszer, ez arra kell majd a jövőben a munkavállalót vagy a betegeket indítsa, hogy igenis tegyen azért, hogy mozgásban maradjon. A Parkinson-kor kialakulásáért a dopamin termelődésének hiánya felelős az emberi agyban. A világon ez számít a második leggyakoribb időskori betegségnek az Alzheimer-kór után. Magyarországon a becslések szerint 30 000 a Parkinson-kórban szenvedők száma.